Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves jó testvérek! Szent Háromság vasárnapján az evangéliumok evangéliumát hallhatjuk. Nagyon szépen összefoglalja Jézus ezzel az egy mondattal, hogy mi az ő örömhírének a lényege. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az a pont, amikor rá kell csodálkoznunk ennek az üzenetnek a tartalmára. Kérdezzük csak meg magunktól, ennyire szereti Isten a világot? De tovább kell mennünk a kérdéssel, ennyire szereti az Isten az embert, és ennyire szeret a jó Isten engem is? Hogyha ez igaz, akkor ez a szeretet kell, hogy átalakítson bennünket. Ez a fajta isteni agapé szeretet, amely mindent odaad, mindent nekünk ajándékoz, nem hagyhat hidegen bennünket. Ez a szeretet világot teremtő erő, életeket átformáló erő, szentté tevő erő. Három rövid gondolatban szeretném összefoglalni azt, hogy mi Szent Háromság vasárnapjának a lényege az én értelmezésem szerint. Az első az, hogy mindnyájan a mennyei atya gyermekei vagyunk. A második az, hogy Jézus Krisztus testvéreinek tekint bennünket. A harmadik pedig az, hogy amikor megkereszteltek minket, akkor mindnyájan a Szentlélek templomaivá váltunk. Mit jelent a mennyei atya gyermekének lenni? Személyes szinten engem nagyon megérint az, hogy olyan hitet vallunk, és olyan hitben élhetünk, ahol a szeretet Istene előtt áll meg, és térdel le a hívő ember. Ha elhisszük azt, amit a János evangélium 3. fejezetének 16. verse mond, akkor képesek lehetünk mindnyájan arra, hogy ez az üzenet átalakítsa az életünket keresztény megfogalmazásban, hogy mindnyájan megtérjünk. Akkor képesek leszünk Isten gyermekeivé válni. A fiúság a zsidó gondolkodásmódban egyszerre jog és egyszerre kötelesség. Egyszerre méltóság és egyben feladat is, de mindenek előtt egy nagyon nagy bátorítás. Én hiszem azt, hogy nem megfelelni kell a mások által támasztott, vagy a magunk által elgondolt elvárásoknak, hanem engednünk kell azt, hogy a Jóisten szeretetét megtapasztaljuk, megéljük, és az itt belül a lelkünkben elkezd mindnyájunkat krisztusi emberré formálni. Ez a szentek tudománya, és ez a hívő ember lényege. Jézus testvéreinek nevez bennünket. Ő képes egyedül arra, hogy mindnyájunkat bekapcsoljon a Szent Háromság Egyisten családjába. Jézus maga mondta, nem szolgáknak tekint bennünket, hanem barátnak, sőt testvérnek. Aki benne hisz, aki őt követi, az szinte családi, rokoni kapcsolatba kerül vele. Ha ez igaz, akkor nagyon-nagyon nagy közünk van Jézushoz. Ez nem csak egyfajta hívő-Isten kapcsolat, ilyen aláfölé rendeléssel. Nagyon sok közünk van Jézushoz, hiszen Krisztus megtanít bennünket arra, hogy életünk minden pillanatában bekapcsoljon minket a Szent Háromság Egyisten szeretet kapcsolatába. Az ő atya-fiú kapcsolatába akar bevonni bennünket is, hogy igazán megajándékozott és erővel eltelt hívek lehessünk. Ez nagyszerű. Tulajdonképpen
Ez a szent háromságos életforma. Jézussal jutunk el az Atyához a Szent Lélekben. Mi vagyunk a lélek templomai. Erről eszembe jut egy kis történet. Volt egyszer egy idős asszony, akit végigvezettek a kölni dómon, egy csodálatos katedrálison. Az idegen vezető nagyon hosszan ecsetelte a templom építésének történetét, művészeti értékeit, különösen a freskókat, a szobrokat, az üvegablakokat, és ezt az idős asszonyt nagyon lenyűgözte a templom szépsége. Mikor véget ért a templom vezetési körséta, akkor ennyit kérdezett ez a hívő asszony az idegen vezetőtől, mondja meg, legyen szíves, hogy ebben a katedrálisban hány ember tért meg mondjuk ebben az évben. Hát zavarba jött az idegen vezető, és csak ennyit mondott: asszonyom, nézze, ez egy katedrális, és nem egy kápolna. Hát ennyi a kis történet. De hát mi tovább kérdezhetjük: katedrális, templom, székesegyház, kápolna, kis templom, igazából egyre megy. Hogyha mások szemlélik az életünket, meg a Szentlélek templomát, amik mi magunk vagyunk, mennyire jutnak el Isten ismeretére, Isten szeretetére. Vagyis a mi lelkünk templomában mennyire folyik Isten dicséret, vagy ne adj Isten szentségtörés. Arra hív meg bennünket a mai ünnep, hogy életünk legyen Isten dicsőítés, legyen dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.